A Kecskemét, a Honvéd, a Kaposvár és a Sopron legyőzése után október vége óta veretlenül várhatja az újabb feladatokat az Arkoni Kalbafehérvár. Ez azt mutatja, jól alakulnak a dolgok a tabellán második 7-2-es mérleggel álló csapatnál. Két vereség is fájó volt, mert szerintem mind a kettőt meg lehetett volna nyerni, ugye előnyből buktuk őket, de azt gondolom, hogy szállt a csapat, jól is játszunk, meg tudjuk nyerni a hazaiakat, eddig ugye veretlenek vagyunk idegenben is, azt gondolom, amiket nyilván ez a két meccset a számít, amiket kellett, azt hoztuk. Jó a hangulat a csapat körül, úgyhogy azt gondolom, hogy egyenlően elégedettek lehetünk. A sűrű program jön, szerintem ilyenek játékosok örülünk, kevesebb edzés, több meccs, úgyhogy ezzel nincs gond. Én azt gondolom, hogy fittek vagyunk, tehát sérülés szerencsére nincsen. Nyilván mentálisan oda kell figyelni a mérkőzésekre. Most még 4 meccs van ugye december 14-ig, amikor majd a Falkóval zárjuk az első fordulót, utána jönnek majd a visszavágók. Nehéz menet lesz, de minél jobban szeretnénk teljesíteni. A sűrű program még 5 meccset jelent idén, ebből az elsőt péntek este az utolsó helyen álló, még nyeretlen Nyíregyháza otthonába játssza az Alba. Természetesen esélyesként, de az újabb győzelemért is meg kell dolgozniuk Pongóéknak. Nem szabad elbízni magunkat, mert tavaly azért megégtünk ott Nyíregyházán, úgyhogy komolyan kell venni őket. Nyilván rosszul kezdték a szezont, edzőváltás, játékos csere, most el is küldtek még egy légióst, náluk sincs minden rendben, de a saját célunkra kell koncentrálni, és az ilyen idegenbeli meccseket meg kell nyerni. A folytatásban aztán igazi rangadó következik, hiszen jövő kedden a jelenleg vele azonos mérleggel álló Szolnoki Olaj otthonában játszik majd az Alba.